Jó estét, meg el se kezdtük a műsort, és Somos Andris már beszólt nekem, ő lesz a mai műsor egyik vendége. Ugye tudják, 25 perc, 3 téma, 3 vendég, fogunk nevetni, ezt már elkezdtük, és biztos, hogy bosszankodni is. Ismerjék meg a vendégeket, itt van Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke, kezi csokrom. Somos András, az ATV műsorvezetője, és Pető Péter, a 24.hu vezető szerkesztője. Jó estét, szervusztok! Önöktől ma azt kérdeztük, a nap kérdése így hangzott, hogy a szocialisták szerint a Fidesz EP képviselői azért nem támogatták az azeri pénzmosás kivizsgálását az Európai Parlamentben, mert nem szeretnék, hogy kiderüljön az igazság. Önök szerint valóban ez lehet az oka? 89% szerint ez. 11% gondolja másként, ez elég egyértelmű állásfoglalásnak tűnik. Majd egy kicsit pontosítunk, mert ez nem teljesen így van persze, hogy a Fidesz nem támogatta, bizonyos feltételekkel támogatta, de ez az első téma, ime. Keményen rátámadt az MSZP a kormánypártra, mert szerintük a Fidesz EP képviselői azért nem támogatták az azeri pénzmosás kivizsgálását az Európai Parlamentben, mert nem szeretnék, hogy megismerhető legyen az igazság. A szocialisták szerint erős a gyanú, hogy attól fél a Fidesz, hogy kiderül, a 2 milliárd forint az azeri baltás gyilkos elengedése miatt érkezett Magyarországra, és esetleg azt is megtudhatjuk, hogy kitette a pénzt zsebre. Szijjártó Péter külügyminiszter egyébként az ATV Egyenes Beszéd című műsorában éppen azt mondta a hét elején, szeretné, hogy mi hamarabb kivizsgáljuk az ügyet, hogy ne legyenek hamis, gyalázatos utalgatások. Na szóval, hogy egy kicsit összemosódnak a dolgok, mert szinte a teljes néppárt, nem egyhangúan, de szinte a teljes néppárt nemmel szavazott, illetve egy módosító indítványhoz kötötte a támogatását, ezt később bele is rakták, tehát, hogy ilyen szempontból, ha objektívek vagyunk, akkor a Fidesz az csak a párt családjával szavazott, kötötte őket a pártfegyelem, és nem a saját magyarországi szennyesét, esetleges szennyesét akarta takargatni. Pedig biztos meg akarták volna szavazni, ha nincs az a csúnya a pártfegyelem. Ugye már ez olyan nyilvánvaló, ha valakinek elvileg érdekelett volna, hogy tisztázza magát, hogy bebizonyítsa, amit Szijjártó mond, hogy ez csak sumák gyanúsítgatás, akkor nekik, néppárt ide vagy oda, meg kellett volna szavazni ezt, mint ahogy voltak azért néppárti képviselők, akik megszavazták, az indítvány átment, lesz vizsgálat. De azt mondja Ildikó, hogy tisztázza magát. Tisztázni magát valaki olyannak kell, akire a gyanú árnyéka vetül. Van tudomásunk arról, hogy ez a 7 millió dollár, ez Fidesz közeli vagy fideszes politikushoz érkezett meg? Ha tudomásunk lenne, akkor már nem gyanúról beszélnénk, de ezt szokták hívni, azt hiszem, a kriminológiában megalapozott gyanúnak, nem akarom elmondani a történetet, mindenképp olyan jól tudja még talán a nézők között is, mint mi itt. Érthetetlen okból világszégyenére kiadtuk a derék baltás gyilkost, Orbán Viktor maga döntött, a bakui tárgyaláson találkozott az ottani miniszterelnök helyettessel, következő héten érdekes pénzösszeg érkezett Magyarországra e miniszterelnök helyettes fiának kasszájára, ami hát valahova tovább került, részeként annak a nagy fekete kasszának, amit egyébként Azerbajdzsán politikusok és újságírók megvesztegetésére tart fenn. Hát ha ez nem alapos gyanú, akkor nem tudom mi az. Az a helyzet, hogy Miss Marple, Sherlock Holmes és Frank Columbo országában, mint a miénk, azt a tényt, hogy elment Orbán Viktor Azerbajdzsánba és a legmagasabb szinten fogadták, majd volt itt Azerbajdzsán első embere és a legmagasabb szinten fogadták, majd utána valamilyen megmagyarázhatatlan okokból nem az örményekkel, a keresztény örményekkel voltunk szolidárisak, hanem Azerbajdzsánnal egy olyan ügyben, ami erkölcsileg, politikailag és jogilag is teljesen támadható, nemzetközi jogilag nonsens, akkor ezen gondolatsort összerakva, mondom, Sherlock Holmes országában nem nagy képzelőerő eljutni addig, de Ildikó, azt akartam kérdezni. Én ebből hogy... Miss Marple-t vállalom. Ha már muszáj szerepet választani. Azt akartam kérdezni, mert ebben a stúdióban olyan parázsviták szoktak zajlani reggel, hogy én magam is élvezem, hadd legyek az ördög ügyvédje. Ha azt kérdezni egy fideszes politikus öntől, hogy annyi mindenért szuttyongatnak minket az Európai Néppártban, hogy menjünk szembe a többséggel egy ilyen ügyben, amikor semmi takargatni valónk nincsen, de annyit nem érez nekünk meg.
fideszeseknek, hogy újabb rossz pontot szerezzünk Weber frakcióvezetőnél. Erre egyébként az a válasz, és aztán Péter, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy nyugat-európai keresztény demokrata politikusok vannak döntő többségben, akikre a gyanú árnyéka vetül. Tehát ez azért magyarázza azt, hogy az Európai Néppárt miért nem akar az élharcosa lenne ennek a transzparenciának. Azért dramaturgiailag ezt a mai adást. Mi szóval kettő? Igen, az. Péter, annyiban árnyalám, hogy szabad kérnem. Inkább Doszpot Péter országa vagyunk, mint Sherlock Holmes egyelőre, de legyen igazad, Andris, és induljunk el abba az irányba, hogy ilyen hatékonysággal működjünk majd, mint Sherlock Holmes-ék. De ami a másik részét illeti, egyébként az szórakoztató a történetben, hogy azt hiszem Európa egyik erős embere vezeti ezt az országot, akihez igazodnak mindenféle európai mainstream irányzatok, így Orbán Viktor. Nagyon szórakoztat, ha most kiderül, hogy az Európai Néppártnál egy átlagos szavazáson, amelyből egyébként kiszavaznak képviselők, pont nem tudta elérni a miniszterelnök, hogy a saját pártja azt a bágoldást választam, hogy az igazsághoz közelebb visz, akkor ezek szerint mégsem olyan erős ember Orbán Viktor, mint azt olvasom nap, mint nap. Ha pedig vagy az a megoldás, hogy mégsem szerettek volna az igazsághoz közelebb kerülni a Fidesznél, ezt valószínű megoldásnak látom sajnos a itthoni munkásságukat nézve. Úgyhogy ebben a tekintetben én azért csöbb derűvel követtem, amikor Európa erős emberei hirtelen megrettennek, amikor olyan típusú ügyekről van szó, amely esetleg még a igazság közelébe kormányozna minket. Oké, az első meccset végül is nyerte az átláthatóság, mert hogy lesz vizsgálóbizottság. A kérdés az, hogy mit remélhetünk ettől. Tehát ugye ez egy uniós vizsgálóbizottság, tehát nem olyan, mint amit a magyar parlamentben megszoktunk. Vajon egy uniós vizsgálóbizottság eljuthat-e oda, hogy azt mondják, hogy na kérem szépen, akkor olvasom a listát, hogy kiknek érkezett ez a pénz. Ugye a korrupcióban az a feneség, hogy aki adja és aki kapja is abban érdekelt, hogy soha ne derüljön ki a dolog. De itt szerintem nem klasszikus korrupcióról van szó, mert átfolyatták a bankokon. Tehát, hogy ugye a pénzmosási szabály miatt van nyoma ennek a történetnek, és az egy külön hungarikum, hogy nálunk nem tudjuk, hogy hol a pénz. Nem? Igen, vagy nem jól tudom. Sejtem? Nem tudom. Mi nem tudjuk, hogy hol a pénz egyébként, azt azért mindig szűkítő értelemben használjuk. Szerintem vannak ebben az országban, akik pontosan tudják, hol a pénz. Hát aki megkapta. Aki megkapta, nyilván tudja. Én egyébként nem vagyok ilyen optimista az Európai Uniós intézményrendszerrel szemben, mint hogy az András kérdésekből esetleg kiviláglott. Azt látjuk, hogy az utóbbi évben az összes ilyen típusú nagy leleplezés, legyen az a Panama iratoktól, ha elindulunk, nagyon sokáig újságírók bányázták ki. Nem látjuk, vagy nagyon ritkán látjuk nyomát annak, hogy ezeket a különböző saját ellenőrzésére létrehozott politikai intézmények lettek volna azok, amelyek ennek a felderítésében élharcosok, és pontosan azért, amit elhangzott, hogy a politikusok végül az érintettje ezeknek a történeteknek, tehát valószínűleg az intézményrendszerben is vannak olyan kis gátok vagy akadályok, amik be vannak építve, hogy ne jussunk el a végére a sztorinak. Az állami korrupció ellenes harc megreked azon a szinten, hogy egy konferencián a jegybank alelnöke és a legfőbb ügyész képviselője tart előadást a korrupció ellenes harcról. És Magyarország az ország, ahol ellopták a korrupció elleni harcra kapott pénzt, ugye uniós hát, támogatást tényekről beszélünk. Azért én egy ponton optimistább vagyok, ugyan én is az újságírók oknyomozását tartom itt a legjelentősebbnek. Muszáj a hülye leszek egy ilyen környezetben, valaki, nem azt tenni. Valaki elküldi az újságíróknak ezeket a dokumentumokat. Nyilván, már akkor is feszített, amikor a Péter ez mondta. Ez is benne van, de annyit talán elérhet egy ilyen európai vizsgálóbizottság, hogy a mi itthoni illetékeseink nem tehetnek úgy, hogy nem történt semmi. Oh. Nyilván nem, hát nem fognak nem olyan... Nem egy országban élünk itt néhány éve, ezek szerint úgy hát látom. Hát akkor hadd maradjak naíva. Ennyi úgy... politika után? Ez meglep ez a szerep. Meghaltam volna, hát mit gondol, ez kell az immunrendszeremhez. Ildikó volna... hárman mosolyogtuk meg, ne haragudjon, ne vegye rossz. Én olvastam, Ildikó, nagyon... jó hiszemű, de olvastam, hogy ön egyébként idegen érdekeket szolgál egy Korsa interjúban. Persze, hogy idegen érdekeket szolgálok, nem is akárkinek az érdekét. Na, mit gondolnak, kinek az érdekét, kinek a bérence vagyok? Soros? Na igen, fejezze be a gondolatot. Nem csak azt szerettem volna mondani, hogy ha még ez az európai vizsgálat sincs, várjunk tőle annyit, amennyit, különböző reményhatásfokkal, akkor gondoljuk végig, hogy itthon ki vizsgálódhatna. Egyrészt ott van a bank, aki kezelte a számlát, az a bank most Matolcsi érdekeltség. Másrészt ott van a most már nem bankfelügyeletnek hívják, de ez a funkció a Nemzeti Banknál van. Bocsánat, már nem is Matolcsi érdekeltség a bank, hanem Mészáros Lőrinc érdekeltség van, újabban. A Nemzeti Bank bankfelügyeleti feladata élén ott áll Matolcsi. Jöhetne még az ügyészség Polt Péterrel. Hát persze, hogy ehhez képest jobban bízom az európai vizsgálatban. Belügyminisztérium?
tényleg az is, a független magyar belügyminisztérium is sokat fog tenni ebben a dologban. Nem beszélve a dologban teljesen érintetlen magyar miniszterelnökről. Hát de akkor, jó, hát akkor következésképpen oda jutottunk, hogy kutyakomédia az egész. Pontosan itthon, ugyanolyan kutyakomédia, mint hogyha a Magyarországgyűlésnek lenne ez egy vizsgálat. Nem, én úgy gondolom, hogy az itthoniakról elmondhatjuk a kutyakomédiát. Lássuk, hogy mit tud tenni az Európai Vizsgálóbizottság. Csodát nem, de még mindig többet, mint a felsorolt urak és szervek. Hát szerintem ez a felsorolt monológ azért nagyrészt a naiva szerepnek véget vetett, azt hiszem ebben a rövid, hát rövid szakaszban. Igen, ez néhány percet árnyalta. De az átlátszó cikke úgy tűnik a te észrevételedre, hogy ugye egy nagy dán laphoz jut el az információ, és egy nemzetközi újságíró szervezettel együttműködik a lap, és jut el csomó meghatározó orgánumhoz, így az átlátszóhoz, aki végül is a hazai szállát nyomozza ennek a történetnek. És azt is lehetett olvasni, gondolom ugyanott, hogy összesen 16 ezer darab papírt, dokumentumot kell a nemzetközi újságíró csoportnak átvizsgálni. Hát remélem van benne néhány magyarországi illetékes. Mindjárt zárjuk le ezt a kör, de belém bújt a kis ördög, ugye szóba került, hogy Kósa Lajos minősítette Lendvai Ildikó tevékenységét, és hogy kinek dolgozik. Nem érez volt frakcióvezető 7 éven keresztül? Igen. Érez bármiféle szolidaritást most Kósa Lajos iránt? Nyilván egy ilyen átadás, átvétel, ott papírokat kell páncélból kivenni, berakni. Ez melós cucc lehet, nem? Hogy gondol most ő rá? Nem szökkent sárba, vagy borult virágba hirtelen a szolidaritáson Kósa Lajos irány. Szerintem csörelhet a telefonja. Ildikó maga hiszem, hogy csinálta hogy csinál, annak idején. A szolidaritás két irányú utca a frakcióvezető. És az idegen érdek pedig nem feltétlenül bírálat, mert ugye a Fidesztől közérdek is idegen érdeknek számít, úgyhogy lehet, hogy az még kiderül, hogy a legvégén dicséret. Soha nem lehet tudni. Azért gondolom, hogy azért a sokat próbált kitűnő Kósa Lajos nem roppan össze az újabb teher alatt, mert én nem hiszem, hogy bárki nagyon fontos papírt rakott volna az ő páncélszekrényében, az nem az ő páncéljában van. Ez megint nem volt köze a naiva szerep. Békét feladtam. Na menjünk tovább, egy végtelenül szomorú történet következik egyébként. 2017-ben Magyarországon mégiscsak megtörténhet, ime. Éjjel 1:30-kor vittek át egy idős beteget az egyik kórházból a másikba, pedig szó sem volt sürgőségi esetről, csak akkor került sorra, írja a hvg.hu. A trombózis veszély miatt kizárólag fekve hordágyon szállítható asszonyt felszólították, hogy szálljon be magától a mentőautóba, majd útközben a beteg szállítók még megálltak hamburgerezni és cigit venni. A család panaszt tett. Hát valószínűleg most a cinikus felvezetés az lenne, hogy megint ráugrottunk egy álhírre, mert ugye Balogh Zoltán miniszter azt mondta, hogy ezeket a híreket a sajtó találja ki és fújja fel. De kíváncsi vagyok arra, hogy tudjátok-e, hogy tulajdonképpen miért történt az, ami történt? Mi az, ami miatt sok-sok dolog megtörténik a világban, és nem szerelem? Melyik a másik, ami mozgatja a dolgokat? Csak nem a pénz. Pénz. Vagy az esme. Ugyanis arról van szó, hogy én beszéltem Gergely Zsók fiával, ő a HVG újságírója, kedden itt ült valamelyik fotelbe, ő írta meg ezt a történetet, és arról van szó, hogy a betegszállító cégek akkor kapnak pénzt a fuvarért, hogyha beteg ül a kocsiban. Ha üresen mennek, akkor nem. Tehát, hogyha ezek a fiúk úgy mennek ki vacsorázni és cigiért, hogy nincs beteg az autójukba, akkor azt bukták azt a benzinpénzt. Ha bennül egy öreg beteg asszony, akkor viszont azt kifizeti az egészségbiztosító. Ez azért elég meredek történet, nem? Ez kemény. Én nem tudom, én ebben kevésbé látom bele az intézményrendszernek a strukturális hibáit. Ezek, én azt gondolom, itt arról van szó, hogy két ember egészen elképesztő módon viselkedett. Én nem ismerek olyan közösséget, meg olyan intézményt, ahol nem fordulhat elő, hogy két ember nem megfelelően viselkedik, és az egész betegszállítókat sem áraznám be miatt. Nyilván ennek a két embernek nem tudom, mert hogy a fejében mi játszódott le ebben az időszakban, arról hosszan beszélhetnénk, de ebben én nem tudok belelátni azokat a strukturális hibákat, mint mondjuk azt látjuk, hogy a mentő 4 napig nem ér ki egy haldokló emberhez, most nyilván karikíroztam a hosszát ennek a történetnek, de hogy szerintem ezek sokkal kevésbé mutatnak sokat az intézményrendszerről, sokat mutat a két emberről, de kevesebbet az intézményrendszerről. Szerintem... Vitatkozik valaki Péterrel, vagy én tegyem meg? Én vitatkozom, ezek szerint magával együtt, ha hajlamos megtenni. Nyilván az a két ember az alapvető hibás, én ezt nem vitatom, és biztos borzasztó sok rendes, magam is ismerek, mentőápoló és mentőautó vezető van, áldozatkész munkát végeznek, kevés pénzért. De ha egyszer
az az általános intelem a mentős alkalmazottak felé, hogy üresben lehetőleg ne járjatok, akkor abból valakinél, aki kevésbé elhivatott, bizony a strukturális okból következhet egy ilyen magatás, nem járok üresbe, majd a néni belül, amíg ebédelek. Mondom, fölteszem, itt a ATV stúdióban is azt mondják az operatőröknek, hogy ha nincs műsor, akkor ne vegyék fölöslegesen itt ezt a stúdiót. Tehát, hogy ezekben én nem tudom, tehát attól függetlenül, akkor ha tudom, hogy ez a munkám, akkor valószínűleg elmehetek előtte hamburgereket vásárolni, vagy veszek kettő hideg szendvicset és hazamegyek vele. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ez... Tehát, ha minden ilyen aprólékosan leszabályoznánk, hogy kizárjunk minden egyes emberi gyarlóságra okot adó lépést, akkor azt hiszem olyan őrült szabályrendszerben élnénk, ami nem feltétlenül tenné kényelmessé az életünket. Igen, az rendben van, hogy a stúdióban nem mozgassák a kamerát, ha mi nem örvendeztetjük meg csodálatos gondolatainkkal a nézőket, de ez egy picit más. Tudnék, mentősből is kevesebb van, mint kéne. Fölteszem, nem tudom, hogy ebben az esetben hogy volt, hogy ők is túlóráznak, hogy nem föltétlenül úgy van, hogy előtte kényelmesen beülhetnek ebédelni. Nem védem őket ítélem meg elsősorban, de az a szabályzás, amit most hallottunk, hát az azért van valamilyen kapcsolatban az. Mondok még egy rendszer szintű hibát. Egyébként Zsófi is azt mondta nekem, hogy őt azóta nagyon sok betegszállító felhívta, és azt mondták, hogy ami történt, az védhetetlen. Tehát morálisan nyilván ez elfogadhatatlan, de ezek az emberek betegszállításért, tehát ugye ezt az esetek döntő többségében magáncégek végzik, akik leszerződnek az egészségbiztosítóval, kilométerenként 106-120 forintért szállítanak betegeket. Szóval aki szokott taxizni, az pontosan tudja, hogy ennyi pénzből gépkocsi vezetőt fizetni, ápolót fizetni, amortizációt fizetni, benzinköltséget fenn, és így tovább, új mentőt venni, lehetetlen. Tehát a rendszer szintű hiba az ott van, hogy ilyen gyalázatos szinten van megállapítva a kilométerpénz, és nyilván ez arra készteti őket, hogy ott spórolnak, ahol tudnak, mennek télen-nyári gumival, arra kérik esetleg a kollégákat, hogy akkor ugorjanak be cigér, amikor bennül a beteg a kocsiba, és így tovább. És hol vannak a történetben ezeknek a cégeknek a tulajdonosai, mikor aláírják ezt a szolgáltatási szerződést, hol vannak azok az érdekérvényesítő szervezetek, ideértve a betegápolóktól egyébként az összes egészségügyi szakszervezetig, tehát amíg nincs nyomásgyakorlás ilyen esetekben a rendszeren, addig ez legitim eljárás. Tehát ez pontosan, ha oda megyek, aláírom, hogy 106 forintért én képes vagyok megfelelően ellátni és új mentőt venni majd hosszú távon, akkor utána nagyon nehéz elképzelni, hogy azt mondom, hogy nem vagyok képes. Hát a taxi is útközben azért nem szokott megállni, hogy mégse tudom elvinni 2-8, nem tudom, mennyi a kilométerig. Andris, szólalj meg, könyörgöm. 3000 milliárd forintot vettek el úgy az egészségügytől, hogy mint a sic. Tehát senki nem tudott csinálni semmit. Nem, azt tudjuk, hogy nem csinált. De amiről Péter beszél, az is rendszer szintű probléma, hogy a tulajdonos, meg az érdekvédelem asszisztál egy szörnyű rendszerhez. De én szerintem abban az országban, ahol hirtelen szektorokat államosítana, és érzékelik azt a problémát, ami a betegszállításra van, az nem védhető, hogy egyébként alacsony az ár. Az az érvelés, nem? Tehát hogy egyszerűen nem mernek kiállni a... Hát nem, hát hogyha érzékeli az egészségügyi államtitkárság, hogy ezt a funkciót nem tudják ennyiért ellátni, és egyébként, hát ha jól értem, akkor ez egy vállalkozás, nem? Többnyire magáncégek. De itt ugye azt érzékeli a minisztérium, hogy ellátják ezt a szolgáltatást ennyiért. És amennyiben ezt érzékeli, én még nem láttam olyan tárgyalópartnert, aki azt mondja, hogy ugyan ennyiért meg tudom szerezni a megfelelő, mármint a elérhető, számomra elérhető színvonalú szolgáltatást, és azt mondja, hogy szeretném kifizetni a dupláját. Ilyen nincs se a piacon, szerintem se az állami szektorban. Az állami szektorban persze látunk ilyet, hogy olcsóban is elérhető lenne egy szolgáltatás, sem úgy ítélik meg, hogy talán drágábban jobb lenne megvenni, de azért az normál működése azért általában az ilyen típusú rendszereknek az, hogy valamilyen áron meg tudok venni egy szolgáltatást, és azt elvégzik nekem, akkor nem fizetek érte többet. Na jó, de itt arról olvashatunk a cikkben, hogy annyira túl vannak terhelve pénteken, egész délután a magánbeteg szállítók, ha ezt valaki látja vagy olvassa, akkor nem arra gondol, hogy akkor létre kell hozni az állami funkció alapján egy olyan betegszállítót, aki nincs kiszolgáltatva a piaci helyzetnek? Meg azt gondolom, hogy nyugodtan léphetünk egy kicsit feljebb, tehát hogyha ez egy egyedi, egyszeri eset lenne, akkor lehet két lelkiismeretlen betegszállító története. De hát az egészségügy tele van az ilyen és ehhez hasonló sztorikkal. Tehát a rendszerbeteg. Persze, noha nem mentjük fel mindazokat, akiket Péter mondott, apró és tegnapi élmény,
Facebookozó vagyok, és az egyik Facebook ismerős írta felháborodottan, hogy vidéki város, ő beteg ezzel, azzal, amazzal, tudta, hogy időpontot kell kérni, nem tudom mikorra, beballagott az orvosi rendelőbe időpontot kérni, és kiderült, hogy az időpont kéréshez is időpontot kell kérni. Igen, én ezt mondtam. Így működik. Egyébként teszem hozzá, itt megint visszatérek oda, hogy a felháborodás képessége azért nagyrészt hiányzik a rendszerből, tehát a, hogy mondjam, amikor a hamburgerezőkön kapcsán beszélgetünk róluk, ha kiderül, hogy időpontot kérés, az időpontot kell kérni. Várólista van a várólistához. Amikor ott ül 70 ember sorba egyszer, és mind a 70 fölháborodik az, hogy időpontot kell kérni az időpontkéréshez, és egyszer kitámasztanák az ajtót, akkor valószínűleg ez a probléma egy pillanat alatt bekerülne a köztudatba, és egy pillanat alatt kénytelen az egészségügyi minisztérium, vagy a szakállamtitkárság reagálni arra a helyzetre, hogy az a 70 ember nem megy el onnan, amíg nem kap azonnal, nem tudom, időpontot, és nem kér, nem időpontozó időpontot. Na de eljutottunk oda, hogy ebben az országban nincs civil kurázsi. Ezt hívnák úgy, amikor mondjuk így, kiben a betegszállítók kiállnak az érdekeikért, a rendelőbe ülő betegek kiállnak az érdekeikért. Őszintén szóval az, hogy a családtag elmesélte névvel a történetet, az igen, civil így kurázsi. Van. Így van, egyébként ez már egy lépés valóban. Ez és igen, azért nem szólaltam meg, András, mert hogy olyan gyors volt ez a vizsgálat, és én annyira nem látok tisztán hamburger és dohányvásárlás ügyben, de egy dologban igen, és a Péterrel is egyetértek, meg Ildikóval is, hogy azért az durva, hogyha valaki nem kelhet föl a székből, amint kitolják a kórház elé, és arra kényszerítik, hogy keljen fel, és üljön be a mentőautóba. Mert elvileg beleférne a hamburger is, meg a dohány is, ha nem sürgősségi esetről van szó, de ez az aspektus nem fér bele, a lögdösés nem fér bele, hogy meglökik a kocsiba, és azt se, hogy ott hagyják a kórház folyosóján. Tehát ez a három elem az, ami nem fér bele, és véletlenül ezért mondták a forrásai az újságírónőnek, hogy ez védhetett. És ez nagyon fontos, hogy az András mondta, egyébként az, hogy elmondta a névvel a történetet, egy pillanat alatt, már még aznap egy tévéstúdióban ülünk és erről beszélgettünk, és az egészségügyi államtitkárságnak majd reagálnia kell valamit a történetnek, már is megtudtuk, hogy hány forintért szállítják ezeket a betegeket kilométerenként, és már is kiderült, hogy ha nem állhatnak meg hamburgert tenni, mert ha nincs benne beteg, mert különben nem fizetik őket. Zsófi egyébként feltette a kérdését az államtitkárságnak, amire elvileg válaszolniuk kell, és még azt elmondta nekem telefonban, hogy a nénit egyébként kivizsgálták. Nem lett trombózisa, jól van, és állítólag egyébként cuki. Csak hogy legyen még valami jó a történetben. Egyébként, amit most az urak elmondtak, az bizonyítja a független média szerepét, bocsánat, nem udvarlásként mondom. Itt beszélünk erről, a HVG megírta. Hát ide a rozsdás bökött, hogy a közmédiában jelen pillanatban nem erről beszélnek. Attól még mindig az, hogy névvel nyilatkozni kell, és ki kell állni az érdekekért. Azt hallottál, Ildik, hogy megszakították Bakondi György sajtaját ezen hírrel? Breaking news volt. Tényleg? Nem. Ja, ma majdnem elhittem, hogy egy másik országban. Visszatért a naíva, úgy látom. Ugye. Na lépjünk tovább, mert perceink vannak hátra a műsoridőből. Kérem az utolsó témát. Hamarosan elindul az új nemzeti konzultáció, amelynek napokon belül kidolgozzák a tervét, menetrendjét. Halász János, a Fidesz frakció szóvivője bejelentette, voltak már nemzeti konzultációk, azok egyszerre voltak papíralapúak és elektronikusak, valamint tájékoztatást is tartalmaztak. Ezért kéri a Fidesz frakció, hogy a magyar embereket tájékoztassák és kérdezzék is meg a soros tervről. Itt ül egy nagy kérdőjel. Tehát... ennyire bejön a konzultációs di, mire jó ez az egész, tényleg csak terelés. Ugye tegnap beszélgettünk arról, hogy lehet, hogy adatbázis építés, kevéssel a választások előtt gyorsan végigkopogtatni a háztartásokat. Kérem a véleményeket. Szerintem nagyon jól mutatja, hogy működik a soros bevándorlás. Mint téma? Igen, abszolút. Hát nyilván én már mondtam korábban is, hogy nagy tétet én nem tettem volna arra, amikor megérkezett a magyar nyilvánosságba ez az ügy Fidesz részről, hogy ez ilyen hosszú távon képesek fenntartani. Hát tévedtem. Úgy látszik, elég nagy ennek a propaganda térnek az ereje ahhoz, hogy bent tartson a nyilvánosságban, és hát az igazság, hogy magyar társadalomnak pedig nyilván, hiszen ezt mérik folyamatosan, egy meghatározó többsége még el tudja ezt a történetet hinni, és amíg működik a történet, nem kell csodálkozunk, hogy konzultálunk róla, fogunk még más is csinálni vele biztosan, tehát még lehet, hogy még plakátokat is látunk, majd még nem tudom, még lehet, hogy majd ránk rontanak kis soros györgyök, vagy nagy soros györgyök, tehát hogy amíg működik, addig ezt a történetet mesélni fogják, és engem nagyon meglep, hogy az őszre bent tartották, én azt hittem elfárad, és az kampányra kezdve már egy új történetet kell jönni, de úgy látszik, kitart. Nincs soros terv?
Hát Sorosnak van egy 7 pontos javaslata, mint tudjuk, az a paradoxon fakad többek, nem az, amit mondanak, semmi évi 1 millió, meg semmi ilyesmi. Az a vicces benne, hogy Európában biztos, hogy 2 ember már van, aki nem szereti a kötelező kvótát, az egyik Soros György, a másik Orbán Viktor. Tehát tudnék Soros, ha ezt akarja. Nem először kötődik össze az életük. Hát igen, ez most megint akkor a harangvó felek új egymásra találása. Tehát létezik egy Soros javaslat, nem az a Soros terv, amit mondanak, de a dolog lényege az, amit szerintem, amit Péter egyik mondatában rejlett. Nem találtak ki új ellenséget elég hatásost. Vágó Gábor ugyan egy macsona ember, de a 2 társával, ugye a 3 megnevezett felforgatóval együtt, hát talán kicsit vézna az új ellenséghez. Hát valamit kellett csinálni. Jobb erőben vannak, mint Soros György szerintem jelenleg, úgyhogy ugye már csak életkori okokból is, úgyhogy... De drága volna újabb plakátokat ellátni Vágó Gábor és a másik 2 fényképével, ez már be van, mint egy készítve. Kell az ellenség, de magától nem tart ki. És hogy pont megint Soros, az arra is jó, hogy megismételje a régi vádat az ellenzékkel szemben, hogy nem is magyar, hanem idegen érdekeket szolgál. Egyszer azt mondták, hogy a haza nem lehet ellenzékben, azóta most azt mondják, hogy az ellenzék nem lehet hazai, hanem idegen. Szóval én azért hoztam ezt a tabletgépet, mert én megfutattam a Soros terv ötletét, és hogy létezik-e, és küldjék már el. És az a helyzet, hogy mindenki azt mondja, hogy ezt a témát le kell rázni. Én egy dolog miatt viszont ezt fontosnak találom. Olyan műsort vezetek, ahol emberek betelefonálnak azért, mert hogy teljesen fel vannak háborodva. És nem csak a Soros terv konzultáció kapcsán, hanem folyamatosan olyan dolgok érik őket, amelyek miatt magukból kikelve már a miniszterelnök jelzőzése folyik. És az a helyzet, hogy amikor a médiahatóság minket megítél, hogy mi hogy teljesítjük az objektív kiegyensúlyozott tájékoztatást, akkor azt is nézni kell, hogy ez miért van. Tehát, hogy szinte nem szabad kiragadni ezt a televíziót egy olyan társadalmi környezetből, ahol embereket direkt heccelnek. Mert én szerintem erről van szó. Erről van szó, és az újságírót lehetetlen helyzetbe hozzák. Tehát én azt gondolom, hogy ami itt folyik, az ennek a következménye. Lehet. Igen, Péter, láttam, hogy nagyon meg akarsz szólalni. Hogy azt mondta, hogy ezért hozta be, de végig használta egyébként azt a technikai eszközt, ezt csak zárójelben szeretném, hogy ez az András, úgyhogy... Nem behozta, elvette az enyémet. Ja, bocsánat, akkor ezért előtte megkérdezte. Szívesen adtam. Mészáros Lőrinc értelme, hogy privatizációt hajtott végre, akkor jól értem. De elvesztette magántulajdon jellegét. Igen, ez az iPad. A másrészt viszont én papír alapon olvastam a reggel a Soros terv részletét, és Magyar Időkkel kezdtem a napomat, ami nyilván beárnyékolja az ember életminőségét bizonyos szakaszokra, de úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos tájékozódási pont lesz, és Gajdi Csotó valóban felvilágosított ennek a részleteiről, és államonként több millió migránst telepítenek be azért, hogy végül elveszítse az identitását az adott társadalom, és mikor elveszítette az identitását ez a társadalom, akkor könnyű lesz azokat a pirodalmi álmokat megvalósítani, amelyeket, nem tudom, Juncker úr dédelget, illetve hát végső soron nyilván Soros György. Tehát nagyjából ez az álom, ha jól értem, hogy Magyarországra több milliót, mondjuk mehetnénk tovább, nyilván a kisebb országot keresünk, még mulatságosabb jelenetek következnek. San Marino mennyit? Igen, hogy mondjuk Liechtensteinben hogy férnek el, már az kérdéseket vett föl, de mondjuk nyilván nem... Ez legyen Soros György gondja. Ilyen mélységében nem mentünk el valószínűleg a történeteknek, hogy európai országokat hogyan fognak teljesen elmigránsítani. Nem tudom, ezt az igét még nem találtuk ki, pedig ideje lenne, azt hiszem. Szóval nagyjából ezt fölvázolták, és ráadásul egy 2 oldalas összeállítással emlékeztek meg a határzár 2 éves születésnapjáról. Úgyhogy láthatóan ez valószínűleg uralni fogja. Tehát ebből nagyrészt lehet következtetni ugye mindig, hogy a pártlap mit ír, és akkor ebből nagyrészt azért lehet látni, hogy ez azt hiszem a következő időszakban uralni fogja még a történetet. Az külön szórakoztató nyilván az egészből, hogy Soros György miként sikerült fölépíteni, tehát én nem végeztem a közönkutatást, de hogy mondjuk 1000 magyar emberből hány tudná megmondani, hogy Soros György egyébként mivel foglalkozik a mindennapokban, az engem... De tudják, zsidó bankár, ennyit lehet körülbelül tudni. Szerintem a zsidó egy kényelmes magyarázat, én azt nem... Nem az a lényeg, a bankárt akkor tegye... Az lehet, hogy fontosabb, igen. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon tudatos és egészen bámulatra méltó ellenségépítés volt ahhoz képest, szerintem, hogy Soros György ismertsége milyen volt egy éve, vagy másfél éve. Nyár közepén itt járt egy barátom Németországból, és kérdezte, hogy milyen könyve jelent meg a Sorosnak.
magyar nyelvre lefordítva, és nem értettem a kérdést, aztán rájöttem, hogy a plakátokra gondol. És elmondtam neki, hogy miről van szó, és hát ő ezt nem nagyon értette, és azt mondta, hogy ő biztos volt benne, hogy lefordították valamelyik könyvét magyarra, ennek a promóciója megy. Ő gondolta is, hogy elég vacak az a fénykép róla, tehát azért a marketingesek találhattak volna egy ennél előnyösebb képet, de hogy az eszébe nem jutott. De ez pont olyan sztori, mint a francia nagykövet egy ilyen kereskedelmi konferencián a Lázár Jánosnak úgy felmutatta, hogy ez mi. Igen. Aha, igen, ez igen, mi? Igen, igen, igen. Nem? Nagy tapsot alatt. Nekem nagyon tetszene, és ez gyakorlatilag a záró gondolat, az, amit te mondtál, hogy negligálni az egész kérdést. Lehet-e? Nem lehet. Nem, én azt hiszem nem, de nem is értek azokkal egyet, akik azt mondják, hogy ez egy fedő akció, mert olykor már a fedél rondább és büdösebb, mint az edény. Ez a rendszer lényege, hogy ellenségképet kell kreálni, tehát nem lehet negligálni. Hát én meg aztán a gumicsontokat azt mindig a állateledelboltokba utalnám, nincs ilyen. Tehát amikor ez a politika, akkor ez a politika. Tehát nyilván nehezebb sokkal legyőzni, mivel bizonyos tekintetben nem létezik, tehát irracionális keretben beszélgetünk, de hát ha nehezebb a feladat, akkor nehezebb győzni, aztán sok sikert az ehhez kísérletezik. Jó lenne elmondani előre, aki nézte Kósa Lajos sajtótájékoztatóját, azt mondta nekem a fórumban, hogy ő látta és azt hallotta, hogy annak a 2 millió embernek küldik csak ki a konzultációs anyagokat, akik már eleve válaszoltak a korábbiakra. Pont annyira van szükség. Miért nyilván van tartva, csak nem? Nincsen, csak úgy... Csak azért mégis véletlenül. De azért valamiért tudják. Lendva Ildikó, Pető Péter és Somos András volt ma a vendég. Köszönöm szépen, jó volt beszélgetni, és jó volt, hogy figyeltek ránk. Minden jót, viszontlátásra!